Kecses tornyok, magas bástyák, 365 ablak, mesekönyvek illusztrációjaként láthatunk ilyen kastélyépületet, csupán a kacsaláb hiányzik alóla. Szlovákia egyik legszebb és leglátogatottabb várkastélyát Bajmócon találjuk. A Nyitra völgyében álló erődítmény eredetileg palánkvárnak épült, de az egymást sűrűn váltó tulajdonosok egyre nagyobb kővárrá alakították. Mai formáját az utolsó várúrnak, Pálffy János grófnak köszönheti, aki Hubert József budapesti műépítést bízta meg azzal, hogy impozáns kastéllyá alakítsa át a várat. A munkálatok 10 évig tartottak, és igen jelentős összeget, több mint 2 millió aranykoronát emésztettek fel. A gróf nem csak az épületre áldozott, de műgyűjteménye is egyedülálló. Végrendeletében úgy rendelkezett, hogy ezt a gyűjteményt az örökösök nyissák meg a nyilvánosság előtt. Ha végigjárjuk a kastély látogatható termeit, akkor egy különleges időutazáson is részt vehetünk. Az impozáns Ming korabeli vázáktól a középkori műalkotásokon át a barokk bútorokig rengeteg az igényes alkotás. Különleges művészi értéket képvisel Nárdódi Csóne firenzei festő oltára a 14. század közepéről. A táblaképek egy részét az 1930-as években ellopták, az alkotás 80 év után került vissza méltó helyére a Bajmóci kastélyba. A kék szalon falán magyar királyok, hadvezérek, lovagok képmásai láthatók. A Velencei Szépművészeti Akadémia dísztermének mintájára készült az aranyszalon mennyezete, közepén a latin felirat jelentése, mindent a maga idejében. Pálffy Ferenc a romantikus kastély elkészültét már nem érhette meg, szarkofágját a várkriptájában helyezték el. A várkastély az épülethez kapcsolódó legendák jóvoltából nemzetközi szellem és kísértett fesztiválnak is otthont ad. Nem kell messzire mennünk a várkastélytól, hogy felkeressünk egy új turisztikai attrakciót. Hatalmas acélszerkezet bukkan elő a fák közül, melynek a tetejére mintegy 10-15 perc alatt érhetünk fel. Megéri megtenni ezt a lankás sétautat, mert a 30 méter magas kilátóból lélegzetelállító panoráma vár ránk. A torony lábánál apró falva házikói fogadják a legkisebbeket. Visszaérkezve a városba, érdemes látogatást tenni az őskori múzeumba is. Számos paleolitkori kőszerszámra, tűzhely maradványra bukkantak itt a régészek. A város alatti barlang bejáratánál képet kaphatunk arról, hogyan élhetett ezen a tájon a neandervölgyi ősember, aki számára feltehetőleg az is vonzóvá tette ezt a helyet, hogy az itt feltörő termálvíz télen sem fagyott be. Ezek után nem meglepő, hogy Bajmóc gyógyfürdőjéről is nevezetes, de itt találjuk az ország legrégebbi állatkertjét is. A környék is kínál egészen különleges program lehetőségeket. Érdemes felkeresni a Cigeli Felső Nyitra Bányászati Múzeumot, ahol a barna kőszén bányászat történetét ismerhetjük meg. Minden látogató védősisakot, önmentő készüléket, bányászlámpát kap. A bánya bejárásra azzal a vonattal indulunk, amellyel a bányászok is eljutottak a fejtésekhez. 2 kilométeres vonatozás után már gyalogosan folytatjuk utunkat, és közben megismerhetjük a bányaművelés eszközeit, és bepillantást nyerhetünk a bányászok embert próbáló munkájába. Tulajdonképpen a bányák fölött alakították ki azt a golfpályát, ahol többek közt paralimpiára készítenek fel versenyzőket, és ahol az érdeklődők kipróbálhatnak egy nálunk talán még kevéssé ismert sportot, a futgolfot is.
Valáska Bela, azaz Béla Pataka nem csak hímzőiről, szövőiről, népművészetéről ismert, de üvegkészítői is messze földön híressé tették. Igaz, hogy az üveggyártás ókori technológia, az üveg pedig a leghétköznapibb anyagokból állítható elő, de az üvegfúvás ma is az egyik legtitokzatosabb mesterségek közé tartozik. Különleges élményt nyújt Peter Dolinay bemutatója, ahol megfigyelhetjük, hogy a folyékony, izzó anyagból hogyan készülnek a szinte mértani pontosságú üvegtárgyak, a poharak, kancsók, tálak és a különböző állatfigurák, dísztárgyak. Ezekkel a képekkel búcsúzunk ettől az élményekben és látnivalókban gazdag vidéktől.